Alkalmazott színháztudományi kurzust tart a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem és a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Az elsődleges cél egy közös oktatási program kidolgozása, amelyből azonban a kulturális intézmény is hasznot húz. Kádár Kata balladájának egyik jelenetét próbálják a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem és a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem közös programjának a résztvevői, de a kultúrpalota tükörtermének és az előcsarnok többi falra vagy üvegre festett történetét is életre keltik. A cél az alkalmazott színházi oktatási programok kidolgozása közösen, amit a két intézmény majd együtt működtethet a jövőben, és ez tulajdonképpen egy teszt tanítás, ez a nyári kurzus. Kipróbáljuk, hogy hogy lehet művészet közvetítésben alkalmazni színházpedagógiai, drámapedagógiai, színházi módszereket. De más gyakorlati haszna is van a kurzusnak. A performanszok a kultúrpalota értékeinek a szélesebb körben való ismertétételét fogják szolgálni. Először játszottunk, úgymond fel, felkorbácsoltuk az érdeklődést, és amikor már mindenki nagyon kíváncsi volt, akkor megnézzük, és akkor mondjuk el a, a, az esetleg az érdekes ismereteket is, mert akkor aztán so, sokkal jobban betalálnak, és hát akkor már mindenki kíváncsian várja. Mindez természetesen nem nélkülözi a szakmaiságot. Azzal, hogy játékosan közelítik meg az idegenvezetést, az ismeretek átadása nem szorul háttérbe. Engem fölkértek, hogy művészeti szakértőként közreműködjek, vagyis a háttér kutatását a kultúrpalotának végeztem, illetve különböző egyéb témák, amik ugye balladák, üvegfestészet, amit itt előkerül, hogy annak egy kicsit mélyebben utána néztem, hogy mi lehet abban, ami érdekes lehet, vagy megfoghatja az ide látogatókat. A résztvevők bemutatják a kultúrpalota működtetőinek az alkalmazott színházi projekt terveiket, ami várhatóan egy együttműködést fog eredményezni a felek között. A jövőben a látogatók így performanszok -ok által kerülhetnek közelebb a palota történeteihez.